Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi az ő következő lépése? Mi a terve? Mit fog tenni? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzete. Itt a könyvek sok mindenre utalhatnak. Az ő tudására, tehetségére, egy továbbképzésre, de jelenti az ő zárkózottságát is, vagy arra is utalhat, hogy valaki van a környezetében, és eltitkol előle valamit. Most megnézzük a befolyásukat, ki és mi befolyásolja őt, jó ez a befolyás, vagy sem. Itt láthatóak a gyermekek, ez utalhat a gyermekekre, a családra, tehát van befolyás a család részéről. Amit a gyermekek még jelenthetnek, az ártatlanság, vagy egy új kezdet, hogy valaki ezt mondja neki, zárj le valamit, és legyen egy új kezdet, tehát azért vannak befolyások. Mit fog tenni? Ő keresi a baráti kapcsolatokat, amit a kutya még jelenthet, hogy hűséges hozzád, megbízhatsz benne. Arra is utalhat ez a kártya, hogy először barátilag közeledik hozzád, és eltitkolja azt, hogy tulajdonképpen ő egy párkapcsolatot akar, szeret téged, vagy keresi a testi kapcsolatot. És mit válaszolhatsz? Milyen lépéseket tegyél vele szemben? Itt a nap azt jelenti, hogy légy nyitott, és beszélj nyitottan érzelmekről, vagy mondd ki azt, amit szeretnél, a terveidet. És itt ez a ház, ez jelenti az otthonodat, meghívhatod őt, vagy ha szeretnéd őt meglátogatni, ezt is kimondhatod, úgy barátilag kezeld őt, mert ő még nem nyitott érzelmekről beszélni. Amit itt a ház még jelenthet, a családi kapcsolatok, mivel nála itt a gyermekek egy nagy szerepet játszanak, rákérdezhetsz arra, hogy milyen a viszony a gyermekeivel, vagy amit a gyermekek itt még jelenthetnek, egy új kezdetet, és ez lehet egy közös otthonnak a tervezése, vagy egy ingatlan vásárlása, lehet egy örökösödési ügy is, ahol ingatlanokról van szó, vagy ingatlanról van szó, és nyitottan tudsz beszélni vele. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!